Üdvözlök mindenki, srácok, illetve lányok, én Marki vagyok. Mielőtt beletekernél a videóban, hadd mondjam el, légy szíves, azt, hogy most már szinte biztosan találtunk egy elhagyatott hotelt, amit őrzik, de sikerült engedélyt szereznünk, szóval lesz ott egy nagyon jó kis videó, ugyanis annak a hotelnek nagyon érdekes sztoria van, tehát nagyon jól elcsíptük azt a hotelt, szóval most március 19-én lesz a forgatás, illetve az élőadás is, szóval érdemes majd ott lenni és figyelemmel kísérni, hogy mi fognak történni. Ugyanis, mint mondtam, elég izgalmas sztoria van a hotelnek. Majd időzítem, és elmondom azt is, hogy hány órakor lesz. De most már fixen, hogy lesz, ugyanis már megvan az engedély, blablabla, egyeztettünk az őrrel, meg minden, szóval király, mert végre sikerül egy rendes nyomozást csinálni. A sötét helyekre beszereztem nagyon nagy lámpát, és ez a full fényerő. Szóval viccet félretéve majd értesítek mindenkit YouTube-on, Instagramon és mindenhol. Ott van a leírásban a sok platform, szóval ott be tudtok követni. És akár YouTube nem küld értesítést, akkor legalább ezek küldenek, mivel én csinálom. No, de most akkor térjünk rá a videóra, amire mindenki kíváncsi. Ugyanis már rengeteg komment jött, hogy vajon ez igaz vagy sem. Hát most elmondom nektek az igazat. Gondolom hallottatok már az alvás kísérletről, ami Oroszországban zajlott a háború alatt, ami elvileg elég kegyetlen volt, és sokan nem tudják a választ, hogy ez valóban megtörtént, vagy csak egy nagy kitaláció az egész. Hát most ebben a videóban elmondom. Szoktunk egy olyat játszani, hogy a válaszom előtt megtippelitek, hogy igaz vagy sem, és ha kitaláljátok a helyes választ, hogy igaz vagy sem, akkor királyok vagytok. De a sok időhúzás itt az elején, ezt most dobjuk félre, és hogy koncentráljunk rá a videóra, hogy pontosan mi is az igazság. Az alvás nélkülözhetetlen része az életünknek. Ilyenkor pihen a test és az agy. Ha pedig valami rendkívüli oknál fogva 48 óra is eltelik a két alvás között, végtelen kimerültség, fejfájás, rossz hangulat és ingerültség lesz rajtunk úrrá. Az 1940-es években az orosz kutatók kíváncsiak voltak arra, hogyan reagál az emberi szervezet és hogyan alakul a mentális állapot többhetes alvás megvonás esetén. Nos, akkoriban nem ez volt az egyetlen kísérlet, mivel az 1940-es években rengeteg titkos kísérlet zajlott, amik elég durvák voltak. A kísérlethez 5 emberre volt szükség, ám hogy a nem kis megpróbáltatásnak így érkező vizsgálathoz bárki is alanyként jelentkezzen, kecsegtetőbbig kellett tenni, hogy tegyék az ajánlatot. Hadifoglyok körében hirdették ki, hogy aki vállalja ezt a részvételt, a kísérlet után szabadon távozhat. 5 szabadságra szomjazó hadifoglyok jelentkezett is. Kísérlet úgy zajlott, hogy az 5 hadifoglyot egyfajta gázzal tartották ébren, melyet abba a helyiségbe engedtek be, ahol megfigyelés alatt tartották őket. Bár a kísérlet első napjában nem mutatkoztak különösebb változások, a kimerültségen kívül az 5. nap már jelentkeztek a paranoia tünetei és a hallucinációk is. Ha a sejtésen nem csal, akkor az alanyok állítólag elhúzódva magukban ücsörögtek és magukban beszéltek. 9 nap alvatlanság után már csak néztek maguk elé, és a motyogás is abban maradt. 2 hét telt el, amikor a kutatók interakcióba léptek a kísérlet résztvevőivel. A mikrofonok tesztelése ürügyén kinyitották az ajtókat, de előtte felszólították a foglyokat, hogy vagy a földre, vagy az ágyukra feküdjenek le. Az egyik kutató azt ígérte, hogy ha nem fognak támadni, akkor szabadon elmehetnek ellenőrzés után. A kísérleti aranyok reakciója azonban meglepte a kutatókat, és így feleltek. Már nem akarunk szabadok lenni. A következő napon a gáz helyett tiszta oxigént engedtek a helyiségbe, ám a rabok könyörögtek, hogy adják vissza a gázt, mert el fognak aludni. Állítólag meg is támadták egymást, és a saját testükben is kárt tettek, hogy ébren maradjanak. A kísérlet végére egyetlen egy ember maradt életben, aki megdöbbentette a benyitó kutatót. Arra a kérdésre, ki vagy te, a rab ezt felelte. Már is elfelejtetted? Én vagyok te, a benned lévő őrület, ami szabadulni akar minden pillanatban. Animálisan kitörni. Na, jó meg egy percre. Mint látjátok, közületek 67% még nem iratkozott fel, ami szerintem eléggé sok. Szóval, hogyha megkérlek, akkor nyomj egy feliratkozást és nyomd be a csengőt is. Ugyanis most nagyon nagy célom a 100 000 feliratkozó, nem kell már sok, szerintem közös erőkkel össze tudjuk hozni. Szóval, hogyha nem vagy feliratkozva és tetszik, amit látsz, akkor ricsi dobj egy feliratkozást. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megteszed és nagyon sokat segítesz ezzel. Nos de, visszatérve a videóra. Nos, a válasz, amire mindenki vár, az nem más, mint hogy... Kamu!
Ez a rém história már hosszú-hosszú évek óta kering a világon, de kézzelfogható bizonyítékot sohasem sikerült találni, ugyanis ez az egész sosem történt meg. Pontosabban ez nem más, mint egy creepypasta, amely nagyon felkapott lett a világháborúk után, és így a világban sosem csengett le ez a történet. Mert alapból az gyanús, hogy feljegyzés és semmiféle papír nem található erről a történetről. Viszont kísérletek tényleg voltak akkoriban, de ez az alvás meggónásos cucc, ez egy nagy kamu. Én nagyon szépen köszönöm, itt voltál ebben a videóban. Ha tetszett, tudjátok, mit kell tennetek. Én Marki voltam, vigyázzatok magatokra, és sziasztok!